Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, ma is két téma a témában. Bemutatták a Reptár első könyvét. A Szolnok repülés története 1945-ig címet kapó kiadvány eddig még javarészt publikálatlan fényképekkel és dokumentumokkal mutatja be Szolnok repülés történelmét. A mai témában vendégem lesz a kötet szerzője, Magó Károly. Először azonban elmondom, hogy mi várható a téma második részében. A dokról lesz szó, mely tavaly nagy sikert aratott, a terasz hamarosan nyílik. Erről tehát műsorunk második felében elsőként, azonban a Reptár első kötetéről. Köszöntöm a stúdióban Magó Károly. Köszönöm a meghívást. Szerzőt, de azért azt fontos elmondani, hogy komoly katonai és kutatói múlttal rendelkezik. Tavaly augusztusban pedig a Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta a köztársasági elnök önnek az elmúlt évek munkáiért. A kitüntetést a Reptár kiállítás létrehozása és a roncskutatás területén végzett áldozatos munkája elismeréseként kapta. Néhány szót mielőtt a kötetről beszélünk, a szakmai munkásságáról. Miért éppen a katonai pálya? Gyerekkorom óta érdekel a repülés, és úgy gondoltam, hogy ha a katonai pályát választom, akkor repülő közelében dolgozhatok. Így lettem végül is katona. Sorállományban volt lehetőség arra, hogy jelentkezzek tiszthelyettes iskolára. Beadtam a papíromat, felvettek, és onnantól kerültem ide Szolnokra. Nagyon röviden összefoglalta, nekünk beszéljünk is a könyvről, hiszen ez a Reptár első kötete. Vasárnap mutatták be, és azt kell mondanom, hogy tele volt a hangár ezen a könyvbemutatón. Egy picit a keletkezéséről. Honnan jött az ötlet egyáltalán kiadni egy ilyen kötetet? Amikor főiskolára jártam, akkor szakdolgozatot kellett írni, és úgy gondoltam, hogy olyan szakdolgozatot fogok írni, ami úgy is érdekelne, tehát ne egy ilyen kötelező témaválasztás legyen, ezért gondoltam, hogy meg fogom írni Szolnok repülés történetét. Ez a munka először csak abból állt, hogy a publikált forrásokat átnéztem, azokat próbáltam elemezni, összeállítottam a kronológiai sorrendet, és az anyag összeállítása során tapasztaltam, hogy nagyon sok hiányosság van. Voltak olyan évek, amiről semmilyen információ nem volt, voltak ellentétes adatok, a város történetével kapcsolatban akkor már voltak viták, és emiatt később úgy gondoltam, miután a szakdolgozat elkészült, hogy folytatni kell ezt a kutatást. Leadtam a szakdolgozatot, mert az határidős volt, tehát természetesen mindennek addigra nem tudtam utána járni, de utána elkezdődött egy kutatás, és ennek a kutatásnak, a több mint 10 évi munkának az eredménye ez a kötet. Hol kutatott? Honnan vannak az információk, amik éveken keresztül homály fedett? Honnan kerültek mégis elő? A történelmi kutatásban sokszor hallható az a kutatóktól, hogy a dokumentumok eltűntek, elvesztek, megsemmisültek. Én úgy gondolom így a könyv anyagának az összeállítása után, hogy abban az esetben, hogyha valaki ilyet mond, akkor fel kell sorolnia, hogy hol járt kutatni. Mert csak az az ember mondhat ilyet, aki megnézte az összes érintett könyvtárat, levéltárat, múzeumot, archívumot vagy magángyűjteményt, mert ezeknek az átkutatása után lehet egy átfogó képet kapni arról, hogy milyen anyagok maradtak meg és mi veszett el valóban. Amikor bementem a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltárba, és ott megtaláltam az 1910-es évnek a bejegyzéseit, amelyeknél már nagyon sok repüléssel kapcsolatos információ volt, akkor kivettem 2 hét szabadságot, és tulajdonképpen beköltöztem a levéltárba. Folyamatosan kutattam, annyi anyagot találtam, amit hónapokig tartott feldolgozni. Előtte senki nem próbálta meg ezeket a dokumentumokat megkeresni, de nem csak a levéltárral jártam így, hanem más gyűjteményekkel is. Mondjunk már néhány új információt, amiről eddig nem tudtak, ami kifejezetten az ön kutatásának az eredménye, hogy mára ismerté vált. Én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb a Szolnok nehéz időszakához kapcsolódik, amikor a szövetséges bombázások célpontja volt a város. Ezekkel kapcsolatban korábban igen komoly viták folytak, de ezeket a vitákat nem tudták igazából lezárni, mert nem voltak olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen eldönthetik, hogy kinek van igaza. 1200 halottról szóltak az akkori publikációk, a szóbeszéd tárgya ennyi halott volt, azonban senki nem vette a fáradtságot, hogy az összes halotti anyakönyvet átnézze, felmenjen Budapestre és a hadisírgondozóktól kikérje a német
temetőnek az exhumálási jegyzőkönyvét. Ezek miután előkerültek, és ezeket összevetettem, valamint felkutattam azokat a dokumentumokat, amelyek ezzel kapcsolatban keletkeztek Németországban és Magyarországon, akkor a végére lehetett tenni egy pontot, és azt lehetett mondani, hogy ezek a számok erősen túlzóak, és nem fedik a valóságot. A könyv bemutatón elhangzott, hogy maximális szakmaiság mellett készült el a könyv, és csak és kizárólag valóságos információkat tartalmaz. Ön ott azt mondta, hogy éppen ez volt a célja, hogy egy hiteles képet kapjanak a szolnokiak a 1945-ig a repüléstörténetről. Emellett pedig az is az egyik céljuk, hogy egy egyszerű olvasónak, akit mondjuk eddig nem érdekelt sem a katonaság, sem a repüléstörténet, is izgalmas lehessen a könyv. Egy-két érdekességet, kuriózumot mondjon el nekünk, vagy esetleg olyan képet, ami most kerülhetett elő az elmúlt időszakban. Amikor a könyvnek az anyaga már kész volt, akkor is kerültek elő olyan újabb dokumentumok és fényképek, ami miatt át kellett volna dolgozni, de erre már lehetőség nem volt. Került elő hagyatékból vitorlázó repüléssel kapcsolatos sok új információ, ami nagyon fontos volt, hogy előkerült a szolnoki vadászrepülő század parancsnokának a repülő naplója. Ez egy olyan súlyú dolog volt, ami miatt a kész anyagot is átdolgoztam, hiszen ez igazából benne kellett, hogy legyen ebben az első részben, hiszen annyi mindent megváltoztatott. De ha az érdekességeket akarnám kiemelni, akkor a Ludwig Ede élettörténetének a bemutatása is egy különösen fontos része ennek a könyvnek, valamint sikerült azt is tisztázni, hogy mikor volt az első repülő bemutató Szolnokon. Azóta ez már a motoros repülésnek az évfordulója, és ezt minden évben megünnepeljük. Egy kérdésre maradt időnk. Azt mondta, hogy egy könyv soha nem készül el. Ez a könyv sem készült el. Mit értett ez alatt, hogyan tovább? Jelenik-e meg újabb kiadvány esetleg a reptár gondozásában? Ez a könyv is fejlődni fog még. Abba biztos vagyok, hogy az 1945-ig tartó időszakról is kerülhetnek még elő dokumentumok. Azonban az bizonyos, hogy jelentős átalakuláson ez az időszaknak a leírt anyaga már nem fog átmenni. Biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amelyek kiegészítik ezt és pontosítják, de úgy gondolom, hogy ez a könyv terjedelmének nem érintheti a 10%-át sem. Természetesen az idő nem áll meg 45-nél, el kell kezdeni a háború utáni résznek a feldolgozását is, ami folyamatban van, de ez is egy igen hosszú folyamat. Amikor megkérdezték tőlem, hogy mikor lesz a második része, akkor azt mondtam, hogy azért nem szeretnék ígérni, mert a határidő az mindig egy kicsit gátolja a könyvnek az elkészülését, hiszen az ember mindig egy szorított időkorlátok között van. Én azt mondtam, hogy nem ígérek semmit, hanem amikor kész lesz, majd akkor ki lesz adva. A reptár pedig tervezi, hogy ez a könyv, ez egy sorozatnak az első példánya. Már tárgyalásban vagyunk az újabb könyvvel kapcsolatban, amely már nem helytörténeti témájú lesz, hanem inkább a magyar katonai repülés történetének egy fontos szelete lesz, amelynek kutatási eredményei kihatnak az európai légierőknek a történetére is. Csak nagyon röviden, hol lehet megvásárolni a könyvet, hogy lehet hozzáférni? A reptáron keresztül tudják megvásárolni az érdeklődők, személyesen vagy akár postán is elküldik nekik. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm. Nyitás előtt a DOK a tavalyi siker után idén már nagyobb területen kétszer több rakla bútorral várja a baráti társaságokat és a családokat a terasz. A Tisza partra látogatók ebben az évben zenei és sportélményekkel is gazdagodhatnak. A szolnoki sportcentrum már az előző két nagy labdarúgó esemény kapcsán és a 4 évvel ezelőtti világbajnokság kapcsán, 2 évvel ezelőtti EB kapcsán szervezett közösségi meccsnézést, nagy lett kivetítő fallal. Ez eddig a Hill téren volt, ott most a különböző más nyári rendezvények miatt nem szervezzük meg ezt a dolgot, viszont nem szerettük volna, hogyha kimaradnak a szolnokiak egyrészt a VB eseményeiből, és főleg abból, hogy közösen nézhessék, meg abból se, hogy mozogjanak a foci kapcsán azon a kis pályánkon, amit egyébként kimondottan ezekre a rendezvényekre találtunk ki. Úgyhogy most ez a kis stadion áttelepül ide a DOK mellé. Más lesz egy picit a talaja, tehát nem ilyen zöld
zöld kis műfűszerű dolog, hanem sokkal természetesebb, kiváló döngölt homok lesz a talaj. Mellesleg, csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy az összes kiváló brazil futballista, az ugye a Copacabana-n, a brazíliai, vagy a Rio de Janeiro tengerparton a homokban tanult meg focizni, úgyhogy itt a lehetőség, hogy a szolnoki fiatalok is kiváló technikai tudásra tegyenek szert. Látják, miért lesz jó, hogy pont a dokhoz kapcsolják azt a pályát, illetve a kivetítőt, mennyivel több embert vonzhat és kapcsolhat össze? Ugye tudjuk azt, hogy a dok miről szól, tudjuk azt, hogy a doknak, hogy mi a célcsoportja úgy életkorban, mint érdeklődésben, és azt gondoljuk, hogy a sport természetesen tartozik hozzá a fiataloknak a mindennapjaihoz. Ezt egyébként a város bizonyítja, hiszen a Szolnoki Sportiskolában is közel 800 tanuló van, hogy így fogalmazzak. Tehát ez egy sportos város, nagyon jól tudjuk, úgyhogy nyilván szabadidőben is, hogyha lehetőség, akkor szívesen használják ki a lehetőséget a fiatalok. Egy focipálya úgy, hogy szomszédban van a kiváló üdítő italokat, hogy mondjam, kínálni képes hely, ez csak jót tesz a dolgoknak, tehát nem kell menni sehova, sem messzire, se keresgélni nem kell. Így aztán úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyen van, meg vagyok győződve, hogy nagy létszámú fiatal közönséget vonzani fog. Egyébként az előző két nagy foci esemény kapcsán is az volt a meglátásom, hogy nagyon sok fiú jött, ebből kifolyólag, hál' Istennek, nagyon sok lány is. Mert ha egyszer ott van a fiúm a társaságával, akkor persze, hogy oda megyek én is, úgyhogy kimondottan fiatal és vegyes közönség volt eddig is. Itt én arra számítok, hogy még több fiatal jön, és ez igazából egy nagy buli. Ráadásul itt van még egy nagy előny, itt le lehet ülni a fűbe is, el lehet hevedni. Akinek van egy kis gógyi, az a hátizsákjába beteszi a plédet, elhevedik, és akár reggelig is élvezheti az együttlétet. A jövőben mennyire maradhat meg a sport a dokhoz kapcsolódva? Én azt gondolom, hogy tehát a doknak mindenképpen jó üzenete van az, hogy legyünk nyáron együtt, legyenek normális körülmények arra, hogy jól érezhessük magunkat. Szerintem ez a legfőbb üzenete. Ebben a sportnak nyilván mindig jó helye és szerepe lesz. Most majd meglátjuk, hogy a VB kapcsán mi történik. Hozzáteszem, hogy az a tervünk, hogy tehát én fogok meghirdetni bajnokságot. Tehát itt helyben lehet szervezni csapatokat. Nem kell sok emberre gondolni. Egy-egy csapat 3-4 főből áll, hogy ez egy kis pálya. És a legvégén a VB döntő napján majd szervezünk mi is egy nagy döntőt. Lesznek díjak természetesen. Nem is akármilyenek, ezt még nem árulom el előre, tehát magyarul tulajdonképpen versenyszerűen is végig lehet majd játszani a VB ideje alatt a kispályánkon, és utána ennek a tapasztalatait leszűrve nyilván további sportágak, további sportos aktivitások a dok további életében majd előfordulhattak, nem feltétlenül idén-nyáron, de nyilván a dok is hosszú távra tervezett dolog. Hozzáteszem, hogy egy kis rafinériával, amikor mi elbontjuk ezt a kis focipályát övező stadionunkat, nevezzük így, azután ez a pálya alkalmas lesz például röplabdázásra, és akkor már is egy újabb sportág van. Pénteken fog nyitni a dok, nyilván szombaton van az első olyan esemény, ami már rögtön nagyobb szabású is. Az előző évnek a tapasztalataiból, illetve azokat felhasználva kerül megrendezésre a Tuning Show, amelyik már 9. lesz ebben az évben. De az, hogy ez a helyszín lett nyilván a Tuning Show-nak is a helyszíne, ez köszönhető a doknak a tavalyi működésének. Az, hogy mennyivel lesz másabb, nagyobb lesz, tehát kétszer akkora területen lesz, mint az előző évben. Ez annak az eredménye, az egész dok egyébként egy közösségi térnek indult, és az is marad. Tehát ez fontos leszögezni, ez nem egy kocsma, illetve egy vendéglátóhely, ez egy közösségi tér. Úgy is indult, hogy diákokkal egyetértésben az ő felvetésükre, az ő ötleteiket felkarolva, az idén is folytatjuk ezt a hagyományt, a diákokat folyamatosan bevontuk az előkészületekbe, illetve a megvalósításba. Az, hogy kétszer ekkora helyszín van, az egy együttműködés, illetve egy újabb együttműködésnek az eredménye. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósággal, és itt köszönet Lovas Attila igazgató úrnak, sikerült egy hosszabb távú megállapodást kötni, ami ugye azt teszi lehetővé, hogy esetleg kisebb beruházásokat is lehet a területen eszközölni. Ez látszik majd a később a lelátó sportpálya, aminek az apropója most a futballvilágbajnokság volt, de később nyilván ez itt marad.
és akár strandlabdapályaként vagy futballpályaként fog tudni üzemelni. De ugyanilyen megállapodást sikerült kötni az NHS-nek a szolnoki szervezetével is. Ez egy hulladékgyűjtő szemléletformáló kampány kezdetét is jelenti. Ezzel indul egyébként igazából a DOK pénteken. Pénteken 9 órakor iskolásoknak itt mutatja be az NHS ennek az együttműködésnek a keretén belül a beszélő kukáját, és ez indítja el azt a sorozatot, ami reményeink szerint oda fog torkolni, hogy egy szemét szobrot majd a nyár végén már nem ezek a kisiskolások, hanem az itt jelenlévők a szelektív hulladékgyűjtés eredményeképpen meg tudnak valósítani. És tervezünk további együttműködéseket, és nyilván az előbb már mondtam a futballpályát, ami a sportcentrumos együttműködésnek az eredménye, de nyilván szeretnénk ezt tovább bővíteni, de szépen haladunk, lépegetünk előre. A legfontosabb együttműködés, ahogy ezt mondtam is, az a fiatalokkal való együttműködés. Nekik értük készült ez az egész közösségi tér. Azt szeretnénk, illetve már meg is hirdettük ezt az Open Mic nevű kezdeményezést, ami tavaly már működött. Szerencsés helyzet az idén, hogy hosszabb ideig tart nyitva, ugye június 1-től már nyit ez a közösségi tér, tehát ez a felhívás körülbelül egy hónapja már működik, van sok jelentkező, olyan fiataloknak lesz lehetőségeit megmutatni magát, aki amatőr szinten, kedvtelésből, nyilván különböző reményekkel, hova szeretne eljutni, vagy nem szeretne eljutni, csak szereti, amit csinál, de a barátainak zenélni, énekelni, verset mondani, bármit lehet, tehát szívesen látjuk őket, nyilván ez a legfontosabb együttműködés, és az, hogy az ő véleményük alapján ezt majd hogyan tudjuk tovább fejleszteni, illetve milyen újabb egyéb ilyen akciókat lehet majd itt kialakítani. Nyilván a diákokat is belevonták, mint azt említette. Hogyan látja, hogy a fiatalok körében a hétvégi szórakozás mennyire lett kulturáltabb a DOK-nak köszönhetően? Hát reméljük, hogy az lett. Abból a szempontból mindenképpen, hogy tehát mi azt a tévhitet szeretnénk eloszlatni, hogy ugye itt mi a fiatalokat szeretnénk egy olyan helyre terelni, ahol vigyáznak rájuk, vagy ahol figyelik őket. Nem, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy a fiatalok igényeinek megfelelő helyen és módon szeretnénk őket mondjuk a szórakozás megfelelő formájával kiszolgálni, ha ez úgy tetszik. Nyilván ez nem az ivásról, meg egyebekről szól, ez arról szól, hogy egy helyen tudnak lenni, jó környezetben Szolnoknak, megvan ez az adottsága, hogy a Tiszaparton, az ártéren lehet ilyet működtetni, üzemeltetni. Amit mi ugye más helyekkel, nem akarok neveket mondani, más városokban ez működik fizetős módon, hogy ezeket a helyeket egyszer csak bekerítik és pénzért, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy bárki jöjjön ide, érezze magát, találkozzon a barátaival, ismerőseivel, és nyilván nem titkoltan ez arról is szól, hogy azok a fiatalok, akik évközben esetleg más városban vannak, nem Szolnokon, tanulnak, dolgoznak, bármit csinálnak, nyáron, amikor hazajönnek, akkor nem kell keresgélni a meglévő kapcsolataikat, vagy a meglévő, de már nem élő kapcsolataikat, hanem itt bárkivel össze tudnak futni. Kedves nézőink, ez volt a téma május 30-án ezzel a műsorral, ahogyan már megszokhatták, holnap ugyanebben az időben várjuk Önöket, akkor is számítunk figyelmükre, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra! Ha jó minőségű, trendi ruhákat szeretnél, akkor Anthony Fashion. A minőség örök. anthonyfashion.hu